Megújult külsővel és belsővel várja újra a vendégeit a 2018-ban bezárt Dombóvár Gunarasi ifjúsági tábor. A tatarozás során sor került az öt faház, valamint az ebédlő komfortosabb átételére, továbbá az udvarban tereprendezési munkákat is végeztek. A képviselőtestület bölcsen döntött tervben, amikor elfogadta a költségvetést, hiszen a Gunarasi táborunk felújítására elköltöttünk 10 millió forintot. Ez a tábor 2018-ban zárta be kapuit, azóta nem lett kinyitva. Nyilván azt gondolom, hogy a 2021-22 nem szorul magyarázat, hiszen a pandémia idején nagyon nehéz lett volna üzemeltetni egy gyerektábort, és óvatlanul azt hittük, hogy most jött el az ideje, és úgy döntöttük, hogy felújítjuk a tábort. A város vezetői abban bíznak, és az előfoglalások is azt mutatják, hogy idén a szezonban teltházzal fog majd működni a telep. Itt egy 15 fős festőtáborral fogunk nyitni. Itt szeretném megköszönni Deák Attila dombári festőnek, aki ezt összehozta. Nyilván ezt követően a nyári szünet érkezésével június 15-től augusztus végéig reményem szerint teltházzal működünk, hiszen az előfoglalások erre adnak okot és reményt. Annak is külön örülök, hogy sikerült a szembe lévő vállalkozással megegyeznünk, és a napi háromszori étkeztetést egy rövid sétával el tudják érni az ide érkezők. A megújult környezetbe egyaránt várják a táborozni vágyó felnőtt és gyerekcsoportok foglalását is.